Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 7-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ez utal anyagi dolgokra, a munkahelyére is. De az érmék jelentik a föld elemét, és azok a tettek, a reális dolgok, azon kívül a belső értékeket is mutatják. Ez a kislány tart egy érmét a kezében, és úgy gondolja, ez az utolsó, fél attól, hogy ezt elveszíti. A háttérben viszont van egy kép, mint egy szent kép. Ott vannak még az érmék, de ez a kislány nem figyel oda, nem látja. Meg kellene kicsit fordulnia, nem ezt az egy érmét kellene nézni, hanem a háttérben a négy érmét. Mert az adja az alapot, a biztonság érzetét. Ez a kislány mutatja az ő gondolatait. Rossz irányba tekint, és fél attól, hogy ő elveszít valamit, ami számára értékes. A pénzét, a munkahelyét, vagy egy értékes párkapcsolatot, ami számára fontos. Ha ő ezt másképp látná, akkor észrevenné azt, hogy minden rendben van. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Mutatja a fellépését, a bátorságát, a lelkesedést és a párkapcsolatban a testi kapcsolatot. Ez a királynő sok mindent maga után hagyott, felégetett maga után, és tekint bátran a jövőre. Ez a férfi úgy érzi, hogy ti vagytok ez a királynő. Esetleg lehet az is, hogy mutatja az ő tartását, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. És most megtekintjük a harmadik kártyát, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt megint az érmékről van szó, anyagi dolgokról, a munkahelyéről. Ezen a kártyán látható, hogy minden rendben van. Mutatja a jólétet. Ezt közli veletek. De visszatérve az első kártyára, mi foglalkoztatja őt gondolatban? Fél attól, hogy elveszíti az anyagi jólétet, a munkáját, az értékeket. Erről ő nem beszél. Persze az is lehet, hogy javul nála a helyzet, és így minden rendben van. A 10-es szám utal egy új kezdetre. Egy új periódus kezdődik nálatok. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kártya kihat a mai napra. És a pingvinek itt mutatják, stop, itt veszély van, ne ugorjunk bele a vízbe. És ez utal a veszélyekre, tehát legyetek a mai napon óvatosak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy másikat, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!